Tálaci szintén egy csapat, akinek nagy ambíció van ebben a bajnokságban. Hát igen, második nagyon nehéz meccs, hát az előtte levő kettő sem nem volt könnyű, de reméljük, hogy ez a pont, amit Ivanyicán szereztünk, ez lendületet ad a csapatnak, és győzelmet várok természetesen a szerdai Metálac elleni meccsen. A csapat készen van, lesz egy-két változás a csapatban, de reméljük, hogy az a 11 és az a 3, aki be fog állni, hogy azok tudják a dolgukat és győzelmet fognak hozni a csapatnak. Pa dobro, nažalost nismo uspeli da osvojimo 3 boda i izgubili smo koncentraciju u posljednjim minutama i doneli kući samo jedan bod. Okrećemo se dalje. Brzo nam dolazi sljedeća utakmica u sredu, tako da nemamo mnogo vremena da tugujemo. Spremamo se za Metalac i mislim da ćemo spremni dočekati utakmicu. Metalac vam je dobro poznata ekipa već. Pa jeste, igrali smo i prošle godine i mislim da nisu mnogo pomenili sastav. Čvrsta jedna ekipa, primaju malo golova, ali opet mislim da treba da nastavimo da radimo kao do sada i da to obradujemo domaću publiku prvom pobedom, nadam se. Igen, Szurkolóiból szintén indulni fog, a többi adatokat a honlapon tudjuk látni. Aki belépő, az pedig ingyenes lesz, de aki belépőt várt, az 150 dinár és egy szurkolói bögrét fog kapni ajándékban. Igen, a múlt meccsen azt gondolom, hogy jóval sokkal jobbak voltunk. Az első fél évben volt még a gólon kívül 200%-os helyzetünk, amit illet volna berognunk, és hát most itt az idő, hogy nyerjünk. We'll be right back.